Ebben a videóban el fogom magyarázni a történetet, hogy hogyan használtam fel 117 minecartot egy embernek a betreppelésére. Ez itt egy minecart. Általában a minecartok nem sebzik a playereket. Szóval most arra fogom használni őket, hogy megöljem a legerősebb embert ezen a Minecraft SMP-n. Benni az előző SMP-ken mindig kimenekült a csapdáimból, és nem tudtam őt megölni. Szóval ma ez meg fog változni. És megéri nekem erre több órát feláldozni? Hát persze. Terve az, hogy ki kell bányaznom több mint 4 stack vasat a Minecraftok elkészítésére. Indulhat a fancy montázs. Most ezzel meg vagyunk, meg kéne építeni az alapterve. Az volt az ötletem, hogy csinálok valamilyen házat, ahol valahogy becsulogatom, de ez egy kicsikét szaszi lenne. Mert azt találtam ki, hogy az egészet egy kvízbe fogom ötvözni. Most jogosan kérdezheted, hogy hogyan fog megölni egy embert 117 minecarttal? Hát, itt van rá a válaszom. Ha 25-nél több minecart van, akkor akár másodpercek alatt igen, bla bla bla, minden kérdésedre választ kaphatsz a Minecraft Wikipédián. Most, hogy megvolt a trap, le kellett tesztelni valakin. Szia, Aragon. Megmutatom neked a házat. Ez a kis vikilló. Hát nem tudom, mit mondjak róla. Elég base. Ez a kis trivia. Mindenkivel meg fogom csinálni. Hogyha ki tudjak találni a puzzle-t, akkor nyernek. Miért teszem azt, hogy valami van a szönyeg alatt? Kiüthetem a szönyeget? Nem ütheted ki, mert elárulja a triviát. Ez egy találós kérdés. Jó, oda kell állni, és hármat kell forogni, aztán kitalálni a rejtvényt, amit mondok. Na, mi az? Négy lába van, asztal, de nem szék. Nagyon rossz. Látva, hogy sikeres volt a trap, passzottul megörültem, és elkezdtem megcsinálni a quiz, amihez vettem egy kicsike inspirációt egy ovis quizek weboldalon. Ezután már sem megvártam, hogy odaérjen Benévasztéken, és elkezdődött a show. Szia, üdvözöllek téged az első hivatalos official kulipintja quiz. Minden helyes válasznál fogsz kapni egy aranyalmát, ha egy jó válasz egyel egy alma, 3 darab fokozat lett. Tehát, kulipintja quiz első állomás, 3 darab könnyű kérdés lesz, 3 médium, 3 négy. Első kérdésem hozzád, két kezemmel fület fogom, ott csücsülök az orrodon. Mi lehet ez? Egy napszemüveg, egy sapka, vagy fülbe van? Napszemüveg, sapka, fül. Igen. Jó, hát akkor ez egy napszemüveg. Helyes a válasz. Első válasz, eltalálod, hogy itt egy aranyal. Második következik. Esik eső, csepereg, sárga levél, lepereg. A nap is más, rövidebb, elképszak lehet. A. Nyár, B. Tavasz, C. Tél. Nyár, ősz vagy tél? Vaj, rövid memóriám van az a baj, tehát... Jó! Esik eső, csepereg, sárga levél, lepereg. Sárga levél, lepereg. A nap is már rövidebb, melyik évszak lehetek? Nyár, ősz, tél, tavasz. Előbb csak három évszak. Jó. Jó, tél. Nem. Most nem kapsz alatt, következ. Bajusza égnek áll, a borbeihoz mégse jár. Konyhában üldögél, egeret fog, azzal él. Macska. Igen. Gratulálok, megvan a harmadik alma, mehetünk a stage 2-re. Kulipintyó, quiz, második állam. Várj, ez a kulipintyó, ez. Az a ház, ami ott van. Nagy hidegben jég leszek, nagy melegben fára. Szárasságban rálocsolnak fűre meg a fára. Víz. Igen, nagyon nehéz. Jó, következő. Fúrfarag, de mégsem ács, kopog, mint a kalapács. Fák, orvos a doktora. Kalapács. Gratulálok, nagyon jó vagy benni. Na következő. Tavasszal kap levelet, s ősszel küzd, csak válasz. De nem egyet, nem is kettőt, hanem sok-sok százat. Fa. Amúgy eltaláltad. Actually eltaláltam, én is tudtam, hogy mi volt rá a válasz. Na, jön a stage utolsó. Ugye nem kell bemenni a házba. De bele kell menni, mert ott van a kulipintyó. Nem szeretnék bemenni a házba. Jó, hát gyere be a házba, pizdvég. Ez a ház nagyon nem jó, ez a ház. Ó, igen. Ah, de nem én akartam beesni!